Minden jót ezen nemes háznak, a ház gazdájának, gazdasszonyának, és a ház minden lakójának. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és a fesztiválra érkező fellépő együtteseket a 17. Matyóföldi Folklór Fesztivál zárógála műsorán. Külön név szerint köszönteném dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd város polgármesterét. Akkor meg is kérném polgármester urat, hogy legyen szíves, fáradjon a színpadra, és pár gondolattal nyissa meg a záró gála műsort. Tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai estén. Mezőkövesd városa és magam nevében is először engedjék meg, hogy megköszönjem a jelenlévő tánccsoportoknak, hagyományőrzőknek, hogy elfogadták meghívásunkat. Reméljük, hogy jól érezték magukat az itt töltött pár nap során. De mit is ünneplünk ma? Kérem, engedjék meg, hogy idézzek Andrásfalvi Bertalan Gondolatok a táncról és a tánckedvről című tanulmányából. Az ember egyéni, személyes és közösségi társadalmi igényeinek, szükségleteinek kielégítésére létrehozott eszközök és módozatok alkotják egy-egy nép kultúráját. Ha ezt a kultúrát vizsgáljuk, olyan jelenségekre, módszerekre, szokásokra találunk, amelyek egy sor nehezen megfogalmazható szükségletet is kielégítenek. Vannak egészen rejtett, nehezen megfogalmazható szükségletek is. Hol van a helye a táncnak, az emberi szükségletek egymásba fonódó rendszerében? A páros tánc egyéni párkapcsolatot szolgál, a körtánc vagy lánctánc egy közösséghez kapcsol minket. Az összefogódzott körtánc a közös énekkel és ritmussal szabályozott egyszerre mozgás, lépés, az összetartozás élményét adja. A szolidaritást fejezi ki. Erre az élményre, erősítésre mindenkinek szüksége van, hogy el ne magányosodjon, ne érezze magát kirekesztve, hanem valahová tartozónak, ahol szerepe, feladata van, és erre a többieknek is szüksége van. A tánc közösségre nevel, közösséget alkot, a közösség élményét adja. Úgy gondolom, a jelenlévőknek nem kell különösebben magyaráznom ezt, hiszen saját maguk tapasztalják azt elhangzott idézet valóságát. A tánc elűzi a gondokat, megnyugtat, vagy éppen felráz, mosolycsal, nem csak annak az embernek az arcára, aki műveli, de annak is, aki csak nézi. Ez a lélek felszabadulása, az önfelett öröm megnyilvánulása. A szervezők nagy gonddal készültek, hogy ezen a hétvégén bemutathassuk Matyót népművészetünk legjavát, a kézművességtől a gasztronómián át, a folklór műsorokig, és azért, hogy más tájegységek, népek kultúrkincséből is láthassunk egy kis ízelítőt. Minden településnek megvannak a maga hagyományai, ha úgy tetszik, megvannak a gyökerei. Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a népi kultúra ma is él, és mindent megteszünk azért, hogy ez továbbra is így maradjon. Köszönöm az összes Matyó hagyományőrzőnek, hogy élteti és gondozza a Matyó rózsát, és a különböző vidékekről érkező tánccsoportoknak, hagyományőrzőknek pedig köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, és bemutatják hagyományaikat, hogy mi is gyönyörködhessük benne. Felhőtlen és esőmentes jó szórakozást kívánok mindannyiuknak!